Sziasztok! Két Toast Track, tehát 128K pluszos Zeg spektrumot javítgatok. Ez egyik. Ennél már kisütöttem, hogy az ulló hibás. Ezt ki is cseréltem. És most már egy test cartridge-el ad képet. Persze ez még messze van a tökéletestől, mert még RAM hibát ír, de ez már egy lépéssel előrébb van. A másik az sokkal bolondabb. Mindjárt meg is mutatom azt is. Szóval ez a másik. Ez problémásabb. Ennél az volt a gond, hogy elment a tápáram körül. Valami zárlat lehetett a szerencsétlenben. Ezt a tranzisztort kellett cserélni. Ennek a transformátornak, ez egy flyback transformátoros megoldás, ennek az egyik lába az leégett, de szerencsére olyan helyen, hogy azt összetudtam még kötni a tranzisztorral, valamint még ezt a 7805-ös, tehát azt a stabkockát is cserélni kellett. Az történt, hogy valószínűleg az ment el, a bejövő, tehát az itt bejövő 9 voltot, azt nem csak ez az áramkör kapta meg, ugye a 7805 után ez, hanem ezt a 9 voltot szépen rásütötte az egész hóbelebancra. Hát nem tudom, hogy mi lett még hibás, egyenlőre kicseréltem az ulát, az most jó, ugye ezt keresztbe tudtam cserélni a másikkal, ugye bele tudtam tesztelni, a processzor az döglött volt, nagyon egyszerűen ki lehetett sütni, az M1-es lábán nem volt semmilyen jel, meg egyébként is a jelalakok, tehát scope-pal teszteltem, az is itt van mellettem, az ugye nem volt igazán jó. Kivettem az EEPROM-ot, mert az volt a gyanúm, hogy az a hibás, ugyanis miután kicseréltem a procit, még mindig nem indult, viszont az A10-es láb buherálására kicsit másképpet adott. Ugye az történt, hogy az A10-es buszon, tehát az itt a legutolsó láb, nem ne? Mármint, hogy az A10-es cím. Na ezt hogy fogalmazzam meg nektek? Szóval van ugye a címbusz, az egy 16 bites, 16 bitből áll, és ebből ez a 10-es, tehát a alulról numér 0-tól számozunk, ez a 11-edik. Ez gyakorlatilag az második kilobájtot, minden másodikat nem tud megcímezni. Mert ez be van ragadva nullára. Nem tudom, hogy be volt, mindig be van, kicseréltem ezt, úgyhogy ki akartam cserélni, beraktam foglalatba, de nem gyógyult meg tőle, és most már csak ez az egy IC az, ami gondot okozhat. Most végre sikerült kioperálnom. A nagy show ez pedig annak szól, hogy valami okos, az összes lábát lehajtotta szépen így derékszögbe, és úgy forrasztották be. Ugye talán van a másik oldalon még ilyen IC, amit így forrasztottak be. Igen, itt látszik is, tehát hogy így szépen lefordították a lábakat. Aminek örömére ezt kibányászni, hát nem tudom, 40 láb, de egy órát elszórakoztam vele. Hát nem is szép, nem mertem nagyon melegíteni, hogy kibírja a nyák. Most még ezt meg kell pucolni, foglalatot kap. Maga az IC, az is hát megsínlette, de kivettem egyben. Itt van mellettem, és azt csináltam, hogy most beraktam egy foglalba így. Kicsikét meg kell fésülgetni a lábait, de hát csipesszel, kisfogóval, érzéssel, valahogy szépen sikerült belepasszítani. Úgyhogy ha mégis jó lenne, akkor tudom használni. Most az a terv, hogy a másikban, sajnos nincsen foglalatban, ha foglalatban lenne, egyszerű dolgom lenne. A másikból is kiszedem ezt. És hogyha azzal megy, akkor ezt a PCF-et kell cserélni. Ha azzal nem megy, hát akkor tovább akaratom a fejemet. Több ötletem már őszinte legyek, nincs. Na igen, ami viszont jó hír, hogy ezen a másikon legalább nincsenek lehajtva a lábak. Itt is van mondjuk olyan, amin lehajtották, de legalább ezen nincs. Ami viszont megint rossz hír az, hogy hát ezen már valaki megbókolta, hogy fúj, az így van rátaknyolva. Tehát ezen nagyon óvatosan kell bánni most. A másik viszont fúj hibás. Tehát még ha el is indul, akkor is legalább egy billentyűzet fóliát, vagy valami taknyolást csinálni kell vele, hogy jól működjön. Hát majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Szóval, benn van a foglalat, be is raktam ugye az egyik, és beraktam a másikat. Ez meg ott van. Most letesztelem, először letesztem az elsőt, aztán letesztem a másodikat. Hát a test cartridge az hibát fog dobni, mert ez memória hibás. Megmutatom, hogy mit ír ki a test cartridge,
meg hát meglátjuk, hogy mi lesz az eredménye a PCF-tesznek. Lássuk, mit szól a második PCF-hez. Hát itt ugyanarra számítok, mint az előbb. Hát ugyanúgy IC20-at cserélni kell. Hát ez van. Legalább az egyik gép jónak tűnik, a másikban mindjárt kipróbálom, hogy mit szól a PCF-hez. Hát eddig is ez a PCF volt benne, tehát... Akkor mégsem a PCF a bajos. Prostit cserélni kellett, az döglött volt. A PCF-fel nincsen gond. Akkor mi a csuda baj lehet? Működik. Mi volt a megoldás? Mert ugye a táp, az ugye hibás volt, az egyértelmű. És amit mit magával valójában a processzor volt. Tehát tök fölöslegesen nyúltam hozzá az ULA-hoz, teljesen fölöslegesen forrasztottam ki az EEPROM-ot, a PFC-t is, hát most már legalább mindegyik prezzip foglalatban van. A probléma az E8-as CPU volt. Az egészben az a vicces, hogy ugye azt kicseréltem erre, ez volt az eredeti gyári proci, itt jól látszik a 86-14. heti, erre a procira, ami egy nem is tudom, 0043-as, tehát ez már egy CMOS processzor, elvileg 20 MHz-et tud, valójában nem tud. Tehát, hogy mi történt? Hát az történt, hogy kínai New Old Stock. És látjátok, még rá van csíptetve a scope-nak a földje, és hát így méregettem, és kiderült, hogy az új processzornak, amit beraktam, a 10-es lába döglött volt. Az eredeti CPU-n az M1-en már látszott, hogy valami baja van, tehát az M1 azt jelenteni, hogy utasítás lehívást végez a processzor, de hát nem végzett. Tehát azt mindenképpen cserélni kellett, meg a tápot is, ugye az elfüstölt. Hát végül is megy. Na, megmutatom nektek, hogy hogyan. Bedugom mindjárt a tápot, és fölveszem, hogy mi a teszt eredmény. Sajnos igazából letesztelni nem tudom, mert a billentyűzet nincs bekötve, és nem is tudom bekötni a billentyűzetet, mert a fóliája hát az eléggé romocs állapotban van. Mint ahogy látszik, valaki rágányolt egy plusz ledet. Az ugye már eleve le volt szedve, amikor hozzám került. És ott látszik, hogy a fólia az meg van taknyolva. Azt lehetne vele csinálni, ugye szokták néha csinálni, ha maga a fólia jó egyébként. De csinálnak egy nyákot, és akkor onnan szól a kábel le. Akkor tüskés óra cserélik azt, ami itt lent van foglalat. Ezt a foglalatot. Amúgy még gyanúsítottam itt a diódát is, meg hogy minden valahol shortra ment. Hát ezt nem gondolta volna, egy frissen cserélt processzorra fogok így járni, és amiatt kell majd kicserélnem. Hát fölöslegesen ugye kiszedtem ezt is, meg ezt is tök fölöslegesen. Amit még szeretnék megmutatni, ami még érdekes lehet, hogy van egy ilyen testrom. Én ugye több ROM tartalom is lehet, de két testrom is van, és az egyiket használom, az a sokkal átfogóbb. Ezt szerintem be is fogom linkelni, mi ez a testrom. Na, de teszteljük le, és utána le is zárom, örülve aznak, hogy végre megy ez a kis spektrum. Aminek nem örülök, hogy ez most még fekete-fehér, elvileg van az RGB kimenete. Az ugye TTL szintű, azt nem tudom erre rákötni. Hát még egy kicsikét túlórázni kéne kábellel, meg átalakítóval, hogy legyen szép RGB kimenete. Egyébként lehet, hogy ezt meg fogom csinálni a következő kiállításra. Na már a felső RAM-ot tesztelt, az alsó RAM teljesen jó. Egyébként még RAM hibára tippeltem volna, de hát semmi nem melegedett. És ami érdekes, hogy teljesen jól néztek ki a jelalakok a DRAM-oknak a lábain. Ugye ott CPU nélkül is van jel, mert a CPU és a memória között van ez, amit most a PCF, amit kiszedtem. És az ULA így is úgy is próbálja a megjelenítést vezérelni. Tehát ott mindig van valami. És ha az alsó 16K működik, akkor ez a teszt ez már szépen lefut. Nagyjából ennyi, amit most meg tudtam nektek mutatni. Ez csak egy kis javítgatás volt. Sziasztok!